Sok szeretettel köszöntjük a szülőket! Sziasztok, gyerekek! Itt állunk a Szentesi Lozár Gábor Általános Iskola előtt. Kitti vagyok, segítőtársaim Hanna, Lilla és Zoli. Mi fogjuk bemutatni a sülőt? Szerintem lépjünk is be! Iskolánkban 4. osztálytól kezdődik a nyelvoktatás. Német és angol nyelv közül választhatsz. Ez játékos formában az interaktív tábla segítségével történik. Nézzünk be hozzájuk! Szeretnénk bemutatni nektek a számítógépes termünket. Nehogy azt higgyétek, hogy egész nap csak netezünk. Nagyon sok hasznos, érdekes dolgot tanulunk. Nézzünk is be hozzájuk! Sportiskola, ahol ha szeretnél, naponta úszhatsz, focizhatsz, de lehetőséged van a kölyök atlétika kipróbálására is. Pillancsunk be ide is! Én a tesszük mellett a táncot is szeretem. Nálunk te is megtanulhatod a társas tánc alapjait. Ha elég kitartó és szorgalmas vagy, akkor olyan kiváló táncos lehetsz, mint Letti néni vagy a nővérem, aki itt tette meg az első tánc lépéseit. Vállalkozó szellemű tanulók izgalmas tanulmányversenyeken is részt vehetnek, ahol megmérettetik képességeket. Bácsi is jó fej, gyakran énekel velünk ekkottából. Most kipróbálom, én leszek az igazgató. Megkérdezem a tanulókat is, ki miért szeret ebbe az iskolába járni. Azért szeretek iskolába járni, mert meg tudok írni, olvasni és számolni. Azért szeretek iskolába járni, mert szeretek matekozni. Azért szeretek iskolába járni, mert nagyon szép az iskola. Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert ide járnak a barátaim. Segítőkészek a tanára. A testvérem is ide jár, az enyém is, meg az enyém is. Ha elakadunk, segítenek Márti nénék. Nagyon sok érdekes program van itt. Számtalan mozi, kirándulás és színház látogatást terveznek.
Azért szeretek iskolába járni, mert sokat tanulhatok és sokat focizhatok. Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert itt kedvesek a tanárok és jól elmagyarázzák az anyagot. Azért szeretek ide járni, mert apukám is ide járt. Itt szeretem meg a sportot, leginkább a focit. Ennyi! Kukkancsunk be a tanáriba. Több tanárnéni, tanárbács és itt volt kisdiák, visszahúzott a szívük, ma már itt tanítanak. Ez lett a hivatásuk. Kik voltak ők? Erre én is kíváncsi vagyok. Mi is klauzárosok voltunk! Szeptembertől pedig én leszek az elsős tanítónéni. Képzeljétek, ők is ide jártak. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Sziasztok! Szentesi Klauzár Gábor általános iskola. Miért ajánlanám ezt a sulit? Elsősorban, mert közel van. De nagyon sok minden van ott, ami otthon nincs. Például zsámoly, kréta, kémiatanár, zenélő tanár, techból. Akkor a folyosó az nagyon hosszú, sokkal hosszabb, mint otthon. Szünetben lehet fogócskázni, vagy ha elkaptak, akkor meg legalább meg tud enni nyugodtan a szendvicsedet. Amikor 1984-ben a Kiskőhalmi Zolit beíratták a Klauzál utcai általános iskolába, észre sem vette, de már az első nap életre szóló dolgokat kapott. Tudást. Hogyan kell, oda sem nézve, újjal olvasni egy könyvből, amiben még betűk sincsenek? Büszkeséget. Hogyan kell együtt viselni össze nem illő ruhadarabokat? És bölcsességet, miszerint a legegyszerűbb frizura a leghasznosabb. Akkor még nem tudtam, de felnőttként elmondhatom, hogy ezeknek mind a mai napig lépten nyomon nagy hasznát veszem. Reméljük tetszett a suli, várunk szeretettel, legyél te is klauzálos! Sziasztok, én klauzálos akarok lenni!